Békés Csaba kultúrájáért átadták a rangos elismeréseket. MLS Gála, Békés megye legjobbjai díjazták. Újabb siker, 3 szetben győzött a BRS-e a Nyíregyháza ellen. Üdvözlöm kedves nézőinket, Önök a Hitpont TV híradóját látják, Balázs Anett vagyok. Ünnepelni érkezett a közönség a Csaba Gyöngye Kulturális Központba január 22-én este. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan országszerte, így Békés Csabán is számos kulturális és művészeti rendezvényt tartottak. Az esemény sorozat egyik különleges estéje volt az a gálaműsor, melyet a Békés Csaba kultúrájáért díjazottjainak tiszteletére rendeztek. Békés Csaba megyei jogú város közgyűlése 1999-ben alapította a Békés Csaba kultúrájáért díjat, mely annak a személynek vagy közösségnek adományozható, aki Békés Csaba kultúrájáért, hazai, illetve nemzetközi elismertségért maradandót alkotott, illetve tett. Azt gondolom, Békés Csaba kulturális művészeti élete országos szinten is kiemelésre, elismerésre méltó. Ehhez elengedhetetlenül fontos kulturális intézményeink, kiemelt művészeti szervezeteink sokszor erőn felüli teljesítménye, az előrelépésre, a mindenkori minőség megtartására irányuló törekvés mellett. Ezt követően Presics Tamás a gála műsorvezetője az este egyik ünnepeltjét szólította színpadra. Békés Csaba kultúrájáért kitüntetést adományozott Mlinár Pál részére. Mlinár Pál néptánc pedagógus magas színvonalú tevékenységét, példamutató szakmai alázattal végzett munkájáért Szarvas Péter polgármestertől vehette át a Békés Csaba kultúrájáért kitüntetést. Engedjék meg, hogy két embernek kiemelkedően köszönjem ezt meg. Az egyik, aki bevitt engem a csalitosba, és elindított a pályán, Bor Miklós. A másik, aki ezen a hosszú úton keresztül támogató segítségével mindig mellettem volt, Marika. Évente legfeljebb 2 elismerés adományozható, így a közgyűlésen egy közösség kitüntetéséről is döntöttek. Az este másik ünnepeltje a Békés Csaba Szeretlek Egyesület volt. A rangos elismerést Kis Tibor alpolgármestertől vette át az egyesület elnöke Frankó Attila. Az egyesület 15 tagú, viszont én mindig el szoktam mondani, hogy kap az ember egy díjazást, kap egy díjat, egy elismerést, az soha nem lehet csak az ő eredménye, az ő érdeme, hanem egy csapatmunka. Tehát úgy gondolom, hogy a siker az mindig egy sok ember jó szándéka, sok ember munkájából tevődik össze. Én nem akarok álszerelni, én csak összefogom ezeket az embereket, mindig megtalálom a megfelelő munkatársakat, akik nagyszerűen dolgoznak, és rendkívül büszke vagyok rájuk. Frankó Attila hozzátette, a díjat Józsa Mihály emlékére ajánlja, akivel közösen hozták létre az irodalmi estek elnevezésű programot. A közönség tapsal fejezte ki együttértését. A Magyar Labdarúgó Szövetség Békés megyei igazgatósága 4. alkalommal rendezte meg Békés Csabán díjátadó gáláját. A rendezvényen a megye amatőr labdarúgásáért kiemelt teljesítményt nyújtó labdarúgókat, edzőket, sportvezetőket, játékvezetőket, valamint a sportág támogatóit ismerték el. Péntek este a Csaba Gyöngye Kulturális Központban köszöntötték a 2015-ös év legjobbjait. Dankó Béla, MLS elnökségi tag és társadalmi megyei elnök az amatőr labdarúgás fejlődését emelte ki, majd az utóbbi évek jelentősebb infrastruktúrális fejlesztéseit hangsúlyozta. A megyei igazgatóság 3 évvel ezelőtt hívta életre az országos szinten is egyedülálló rendezvényt. Szeretnénk díjazni azokat a sportolókat, sportvezetőket és sportot támogatókat, akik tesznek a Békés megye labdarúgásáért. Részben pedig közösséget szeretnénk építeni, nem titkolt szándékunk a közösségépítés is, hiszen én azt gondolom, hogy az amatőr labdarúgás a nevében is benne van, hogy amatőrökről van szó, akkor az igazi, hogyha sportbarátokat nevel, nem pedig ellenfeleket, ellenségeket. A hazai szövetség nevében Sipos Jenő sajtószóvivő elmondta, pozitívnak tartja a kezdeményezést, hogy az amatőr futball legjobbjait díjazzák, hiszen ez is segítheti a magyar labdarúgás fejlődését.
Jelenleg országos szinten 230 ezer a regisztrált labdarúgók száma, és úgy gondolom, hogy ez a szám tovább emelkedhet, egyrészt azért, mert hogy növekednek a pályaszámok országszerte, így Békés megyében is, másrészt pedig a labdarúgó válogatott sikere is hozzájárul ahhoz, hogy minél több fiatal forduljon a magyar labdarúgás felé, és ez segít minket abban, hogy a korábbi rossz hangulatot esetleg jóra fordítsa. A gála díjaihoz kapcsolódóan december folyamán valamennyi klub elküldhette, kiket jelöl a különböző kategóriákba. Az egyesületek szavazatai alapján alakult ki az a hatos jelölt lista, amelyből egy újabb voksolás eredményeként a kategóriák első három helyezettje érkezett erre a rendezvényre. A megyei első osztály legjobbja Ács Levente, a Mezőhegyes csapatkapitánya lett, aki együttesével a Magyar Kupában menetelt. Örültem természetesen nagyon ennek a díjnak. Világéletemben azt mondtam, hogy én mezőegyesen szeretek leginkább focizni. Fociztam magasabb osztályba is, de valahogy egész más érzés így saját városom labdarúgójának lenni, és emiatt nagy boldogsággal tölt el ez az eredmény. A hagyományoknak megfelelően az év labdarúgó települése címet is kiosztották, amit 2015-ben Gyula érdemelt ki. A kiválasztásnál az adott településen működő egyesület utánpótlás nevelése, a TAO programban való aktivitás és valamennyi csapatának eredményessége is számított. Egy nagyon fontos mérföldkő ez a mai díj, és természetesen itt nem fogunk megállni. Nagyon sok fejlesztést hajtottunk végre a négy esztendő során, elsősorban a TAO programnak köszönhetően, több mint 500 millió forint összértékben. A gálán többek között az esztendő legjobb edzőit és játékvezetőit is elismerték, de a legeredményesebb utánpótlás szakemberek is ezúttal vehették át az MLS díjait. Ismét változnak az otthonteremtési támogatás szabályai, jelentette be Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár. Hozzátette, a cél, hogy minél többen tudják igénybe venni a támogatást. A módosításoknak köszönhetően a családok akkor is felvehetik a csokkot, ha van másik ingatlanjuk. Emellett eltörlik az energetikai tanúsítvány kívánalmát, és mostantól a mozaik családok is élhetnek az állam nyújtotta lehetőséggel. De a nem összkomfortos ingatlanra is fordítható már a támogatás. Ugyancsak nagy változás, hogy a 30 millió forintnál értékesebb otthonra szintén felvehető a 10 milliós államilag támogatott hitel. Nem lesz 30 milliós felső értékhatár. A 10 milliós támogatás vonatkozásában a jelenlegi szabályok szerint ez az értékhatár fennáll, tehát ha valaki ennél drágább ingatlant akarna vásárolni, akkor nem tudná igénybe venni ezt a 10 millió forintos támogatást. Ez a 10 millió forintos hitelt, ez a szabály is megszűnik. Múlt héten négy férfit fogtak el a Békés-megyei rendőrök Jász-Nagykun Szolnok megyében, akik a gyanú szerint családi házakba törtek be és loptak pénzt, ékszereket, körös tarcsán és martfűn. A nyomozás során felmerült a gyanú, hogy az elkövetőket nem Békés-megyében kell keresni. A nyomozók vizsgálják, hogy a társaság tagjai gyanúsíthatóak-e további bűncselekmények elkövetésével. Valószínűnek látszott, hogy utazó bűnözőkről lehet szó. A nyomozás, amely minden részletre kiterjedt, mostanra meghozta az eredményét. A munkatársaim Jász-Nagykun Szolnok megyében, Kengyel község határában fogtak el négy férfit. Közülük ketten hajdúszovátiak, egy férfi pedig nyíregyházi. Ők gyanúsíthatóak megalapozottan a körös tarcsán történt betöréssel, illetve a jelenlegi információink szerint közvetlenül az elfogásukat megelőzően martfűn is betörtek egy családi házba, ahonnan szintén készpénzt, egy karórát, illetve aranyékszereket loptak el. A Békés-megyei rendőrfőkapitányság lopás büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt mind a négy férfit őrizetbe vette. Hétvégén ünnepelte a harmadik születésnapját a Csaba Gyöngye Kulturális Központ. Ennek a napnak a különlegességét nem csak a születésnap, a díjak átadása, vagy éppen a meghívott sztárvendég Malek Andrea adta, hanem az is, hogy pont ezen a napon lépte át a központ kapuit a 600 ezredik látogató. Nehéz lenne három évet bemutatni, vagy akár csak felsorolni azt a rengeteg rendezvényt, amit a Csaba Gyöngye tető alá hozott, de azért egy összeállítást végignézhettek a látogatók. Az intézmény igazgató helyettese Herceg Tamás elmondta, hogy ezen a napon a díjakkal, az emlékplakettekkel is tiszteletüket és nagyra becsülésüket fejezik ki a megjelent barátok, munkatársak és az intézményhez kötődő személyek, közösségek kimagasló teljesítményéért.
És az a különlegessége van a mai napnak, elég pontosan követjük egyébként, tehát kvázi strigulázzuk a látogatóinkat, hogy itt van most már bent az esküvő kiállításnak elég nagy volt a forgalma, és ebben a teremben van már a 600. látogatónk, úgyhogy most ezen a közösségi gálán át is adjuk a 600. látogatónknak az ajándékcsomagot. Bármelyik kulturális központ megirigyelheti a látogatószámot, de ez még nem volt minden. Ferenc Bence az, aki a 10. látogatója volt a Szabadon. Ezt a 10.000-es számot országos szinten csak olyanok tudják felülmúlni, mint a MÜPA vagy éppen a Zeneakadémia. Az ekkora, ilyen költségvetési kerettel működő kulturális központok között a Csaba is szintén egyedülálló. Szente Béla elmondta, a terveik megvalósultak. Hát állnak még feladatok előttünk, nagyon-nagyon sok. Most a legfontosabb az lenne, hogy ebben az évben a Munkácsi negyed projektet útjára tudjuk indítani. A másik dolog pedig az Agoraterem akusztikájának a feljavítása. Szintén fontos célként tűzte ki a vezetőség a jövőben az épület energiagazdálkodásának hatékonyabbá tételét, és azt, hogy még több új közösséget hozzanak létre. A születésnapi gálaestet Malek Andrea színésznő előadása zárta. Nagy múltra tekint vissza az esküvő kiállítás, amit szombaton 12. alkalommal rendeztek meg a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. Több mint 40 kiállító mutatta be szolgáltatásait, ajánlatait, mindazt, ami elengedhetetlen egy hangulatos lakodalomhoz. És ha jobban belegondolunk, teszem azt, komolyan foglalkoztat bennünket a közelgő esküvünk, rájövünk, hogy ezek mellett még rengeteg dologról kell gondoskodjunk, azért, hogy a nagy napon minden tökéletes legyen. Gyakorlatilag aki ide kirátogat, az jószerével teljes szélességben, teljes körűen megtalálja a szolgáltatásukat, tehát itt fel tudják költöztetni a ifjú párt. De voltak fotósok, portfólióval felszerelkezve, operatőrök, DJ-k, vőfélyek, és még a nászúthoz vagy éppen a lakodalom helyszínhez is lehetett ötleteket gyűjteni. Birtokon egy komplett csomagot kapnak, végig kóstolhatják az ételeket, süteményeket, a ruhákat megnézhetik, és három dekoros cég is bemutatkozik most a birtokon egy mustra keretében. Volt olyan fiatal pár, akik igaz 2017-re tűzték ki a nagy napot, de néhány fontos dologban lehet, hogy már jó előre döntése jutnak. Például itt a mennyasszonyi ruháknál már én találtam kedvemre valót, meg most itt pont a meghívókat böngésszük. A szépség, a harmónia, az elegancia az esküvők fontos részét képezi. Ezt is érzékelhették a jegyes párok a Csaba Gyöngyében, akik folyamatosan érkeztek erre a két napra, nem is csak Békés megyéből. Megyén kívüli vendégeink is voltak a tavalyi esztendőben, és nem csak megyén kívüli, hanem hogy a Párciumból is jöttek, emlékszem az elmúlt esztendőben. A termékpaletta rendkívül változatos volt az esküvő kiállításon, ahol a főszervező azt is elmondta, hogy 2017-ben is a kulturális központ ad majd otthont a rendezvénynek. A kiállítók már készülnek, és jövőre ismét a legújabb trendekkel felszerelkezve érkeznek Békés Csabára. Újra világsztárok léptek a városi sportcsarnok parkettjére. Az olimpiai világ és Európa bajnokokkal felálló győri női kézilabda csapat ellen szépen küzdöttek a Békés Csabaiak, akik végül 31-22-es vereséget szenvedtek, de tisztességgel helytáltak a nagynevű riválissal szemben. A győri együttesből sérülés miatt többen is hiányoztak. Ennek ellenére nem mondhatjuk azt, hogy gyenge csapat futott volna ki a pályára a bajnokság 15. fordulójában rendezett találkozón. A lemezes hazaiak kifejezetten jól kezdtek, hiszen a két hetest hárító Terenyi Bianca vezérletével 6-5-ös csabai vezetés állt az eredményjelzőn. Az első félidő utolsó 10 percében pontatlanabbá vált az előre, az ellenfél pedig a gyors lerohanásoknak is köszönhetően 16-9-es előnnyel fordult. A győriek Heidi Lőke vezetésével ott folytatták a második játékrészt, ahol a szünet előtt abba hagyták. A 42. percben már 26-12-re vezettek, és összességében magabiztos 31-22-es sikert arattak. Úgy érzem, hogy összességében jó meccset játszottunk. Nem kezdtünk igazán jól, de az első félidő folytatása és a második félidő már rendben volt. Különösen elégedett vagyok a védekezéssel, amit az első játék részben nyújtottunk. Emellett támadásban is jól teljesítettünk. A
A Békés Csaba a mérkőzés utolsó 10 percében 29-14-es győri vezetésnél új lendületet kapott. A hajrában a kiválóan teljesítő 12 gólos Valfis Mercedes látványos találatokkal szűkítette a két csapat közti távolságot. Én megvallom az elején, kicsit izgultam, mert azért a bajnokság legjobb, második legjobb csapatával játszani azért elég nagy kihívás, de egyébként nagyon jól éltem meg ezt a mérkőzést belülről. Úgy gondolom, hogy egy ilyen jó csapat ellen jó játszani, meg jó érzés is ellenük jó teljesítményt nyújtani, úgyhogy örültem a saját magam teljesítményének, és úgy gondolom, hogy helyt tudtunk állni a Győr ellen. A csabaiak erőt meríthetnek ebből a teljesítményből a következő sorsdöntő összecsapásokra, hiszen vasárnap az egyik alsóházi rivális a Budaörs otthonába látogatnak majd. A Békés Csabai röplabdások kedden a Jászberénnyel szemben bejutottak a Magyar Kupa döntőjébe. A BRS-e vasárnap már a bajnokságban bizonyított, amikor a Nyíregyháza ellen lépett pályára. A Viharsarkiak ezt az akadályt is 3-0-ás győzelemmel vették. A csabaiak kezdőjébe visszatért betegsége után Tála Zsuzsanna, így szokásos csapatát küldte a parketre Szása Negyeljkovics. Az első szett kiegyenlített kezdése után elhúzott az ellenfelétől a fehérmezes házigazda, amelyben Szára Klement és Sós Nikolett villogott leginkább. Végül magabiztosan 25-14-jel hozta a játszmát a címvédő. A második felvonás szorosabb küzdelem volt, 22-22-nél utolért a riválisát a Nyíregyháza. Ekkor erősített a listavezető és gyorsan lezárta a játszmát. A harmadik szedben már kevésbé tudta tartani ellenfelét a vendégegyüttes. A második technikait követően 10 pont fölé nőtt a különbség, majd a második meccslabdát Szára Klement értékesítette. Rengeteg nyitást rontottunk olyan helyzetekben, amikor regálő közeli állás volt, és ez annyira befolyásolta a játékot, hogy utána kaptunk rendre ászokat, ami után el tudott lépni a Békés Csaba, és az rá is nyomta a bélyegét mind a három szetre. A BRS összességében magabiztos sikert aratott. Ugyan nem remekeltek a hazaiak, de különösen az első és a harmadik szedben határozottan védekeztek a minőségiek két légiósával szemben. Első játszmát nagyon szépen lejátszottuk, kezdettük az eredményt első ponttól, utolsó pontig, 25 pontig ott az első játszmába. Jó nyitottunk, figyelmünk, taktikánk volt, hogy a két külföldi játékos kettes blokkon tartsuk a brazil négyes ütőt, még a trinidadi Ramdin centert, ez sikerült is. A csabai lányok pénteken a Magyar Kupában kétszer legyőzött Jászberény vendégeként folytatják a bajnoki küzdelmeket. Ez volt mára a Híradom, hamarosan következik aktuális című műsorunk. Múlt héten kezdték el kivágni a veszélyes helyzetű fákat a Köröspart 3 kilométeres szakaszán a Veszelyhídtól a Csabagyöngyesorig. A részletekről Papp Sándort, a Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság erdészeti műszaki referensét kérdezzük. Tehát hamarosan folytatjuk, maradjanak velünk, viszontlátásra!